Fél évszázadon belül eltűnnek a gleccserek Ausztria hegyvidékéről. Az osztrák alpesi klub mérései 93 gleccser gyors zsugorodását mutatják az elmúlt három évben. A legnagyobb mértékben 203 métert a Pasterze gleccser húzódott vissza, a tiroli Rettenbach-Ferner gleccser pedig 127 métert fogyott. Néhány évtizede mellől eltűnnek az osztrák gleccserek. Árnyékos helyeken, talán a Glockner gleccsernél az északkeleti oldalon az Ötsznál völgyben maradhatnak foltok. De de facto 40-45 év múlva egész Ausztria nagyjából jégmentes lesz, közölte a Salzburgi gleccser felmérő szolgálat vezetője. Kollégája szerint az osztrák gleccserek már menthetetlenek, mert a rendszerek túl lomhák. Ez azt jelenti, hogy az osztrák gleccserek eltűnése a következő évtizedekben megállíthatatlan. Ennek elkerüléséhez már most hótartalékoknak kellene kialakulni a magasan fekvő részeken, hogy a gleccserek stabilizálódjanak, esetleg növekedjenek. Ezeknek a rendszereknek évtizedekre van szükségük, de az idő lejárt, már semmit sem lehet tenni. A gleccserek olyan jégtömegek, amelyek a hó és a jég évszázadok, évezredek során történt tömörülésével alakultak, alakulnak ki, és lassan mozognak az alacsonyabb tér színek felé. Olvadások az ember okozta éghajlatváltozás egyik legplasztikusabb jele, mivel a gleccserek világszerte gyorsan zsugorodnak.